Köszöntöm Önöket, április 4-én nézzük a napszemle fontosabb témáit. Több helyszínen is dolgoznak a munkagépek Gyergyószentmiklóson. Az érintett lakók közreműködésére is szükség van. Matematika érettségi és képességvizsga felkészítők indulnak az Easy Stúdióban. Péntekig lehet jelentkezni. A nagyszerdai Fáklyás keresztútra várják idén is a híveket felekezettől függetlenül. Több helyszínen is dolgoznak a munkagépek Gyergyószentmiklóson. A szennyvízhálózat felújítása zajlik, új vezetékek kerülnek a földbe. Az érintett utcában lakókat kérik, egyeztessenek az aknák helyéről a kivitelezővel. A Mocsár és Mező utcában, illetve a Virágnegyedben zajlik jelenleg az új szennyvízhálózat lefektetése. Amint arra a Gyergyószentmiklósi közmű felhívta a figyelmet, a munkálat során minden egyes fogyasztóhoz külön aknát helyez el a kivitelező. Arra szeretném megkérni a lakósokat, hogy vegyék fel az építésvezető mesterrel ott a kapcsolatot, hogy mutassák meg, hogy a csatlakozó aknákat hova helyezzék el az építők. Tehát az új rendszernek minden ház előtt egy új csatlakozó aknája kell legyen, és ezt úgy kellene elhelyezni, hogy minél közelebb legyen a kerten belüli szennyvíz aknához, vagy a szennyvíz hozzáféréshez, hogy könnyen lehessen bekötni a csatornát az új rendszerbe. Az új vezetékre egyelőre nem lehet rácsatlakozni. Ha kiépül egy-egy szakasz, előbb próbát kell végeznie rajta a közműnek. Ha megfelelőnek bizonyul, akkor értesítik majd a lakosságot a csatlakozási lehetőségről. Ez a dolog nem jelenti azt, hogy mihelyt az aknát lefektetik, vagy helyre teszik a kapu előtt, a polgárok azonnal beköthetnek a csatornarendszerbe, mert ezt a rendszert ugye még át kell vételezni, mielőtt átvételezzük, víztartási próbákat kell végezni ezeken a csatornákon, tehát dolgozni kell velük, ezért arra kérem, hogy figyeljenek oda a polgárok, hogy ne kössenek be, mert nem ildomos egy szennyvízzel vagy egyéb dolgokkal tele levő csatornába még munkálatokat elvégezni. Mihelyt a víztartási próbák meglesznek, akkor azonnal be fogjuk mi jelenteni, hogy azokban az utcákban, ahol az új csatornarendszer már össze van kötve az átvételezett új csatornarendszerrel, vagy a Cseneis projektből elkészült 15 kilométeres csatornarendszerrel, hogy ott azonnal rá lehet kötni a csatornára. Tehát most még ez csak egy ilyen előkérés, hogy vegyék fel az építővel a kapcsolatot, hogy oda tegyék a csatlakozási aknát, ahol a legjobb, legelőnyösebb az ingatlannak, a lakásnak, hogy bent ne kelljen sokat kacskaringoztatni, vagy hosszan ásni, hogy az új csatlakozási aknát elérjék. A bekötéseket a lakók kell majd elvégeztessék, erre lesz munkacsoportja a közműnek is. Hűvösebb, havasabb reggelre ébredtünk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat korábbi, csak mára kiadott havazásra figyelmeztető narancssárga riasztását szerdáig meghosszabbította. A meteorológusok előrejelzése szerint a déli és a keleti Kárpátokban 1400 méteres magasság fölött folytatódik a havazás holnap 14 óráig. Ugyanakkor óránként 55-65 kilométeres erősséget meghaladó széllökésekre is számítani lehet, a hófúvások miatt pedig csökken a látótávolság. A tavaszi havazás több helyen a megyében fennakadásokat okozott a közlekedésben. A Gyergyószentmiklósi Hegyi Mentő Közszolgálat arra figyelmeztetett, hogy téli útviszonyok mellett lehet közlekedni a 12 céljelzésű országúton, Gyergyószentmiklós és Gyilkostó, valamint a Békás szoros között. Délelőtt 10 óra körül már két személyautó, egy mikrobusz és egy kamion volt elakadva a havas úton.
Ugyanakkor forgalomkorlátozás lépett érvénybe a 7,5 tonnás járművek számára a Bucsintető felé vezető úton is. Matematika érettségi és képesség vizsgafelkészítők indulnak a Zizi stúdióban, Gyergyószent Miklóson április 11 és 25-e között. A diákok április 7-ig jelentkezhetnek a 3 órás foglalkozásokra. A Zizi stúdió lehetőséget kínál azoknak a diákoknak, akik érettségi, illetve képességvizsga előtt állnak, hogy még jobban felkészüljenek a matematika tantárgyból. Egy oktató segítségével április 11 és 25 között a fókusz a tételek megoldásán lesz. A vakációban egy 5 napos felkészítőt biztosítunk a 8-os és 12-es diákok számára. A tanár Kók Attila tanár úr lesz, aki több éves vizsgafelkészítői múlttal rendelkezik. Már az eddigi tapasztalatokból rájöttünk, hogy a 3 órás modulokba gondolkozunk jelenleg, mivel hogy a gyerekeknek idő kell, hogy elmélyítsék a megfelelő gyakorlattal a tudást, és hogy jöjjenek ki azok a hiányosságok a feladatmegoldások alatt, amivel bizonyos feladatoknál sémákban tudnak gondolkozni és azokat begyakorolni. A felkészítők 2 turnusban fognak zajlani, délelőtt 10 és 13 óra között a 8-osok, majd délután 14 és 17 óra között a 12-esek tehetik fel kérdéseiket. A délelőtti órákban a 8-os diákokkal lesz a foglalkozás. Kis csoportos foglalkozásokban gondolkozunk, hiszen az a lényeg, hogy minél több idő jusson egy-egy személyre, a kérdéseiket, amiket feltesznek, tudják közösen megbeszélni, kinek hol bármilyen elakadása van, azokat tudja egy picit jobban megérteni, és a továbbiakban a hibákat elkerülni. Mert sokszor akár egy figyelmetlenségi hiba egy féljegyet is okozhat, mínuszba sajnos. A 12-es foglalkozás ugyanígy kis csoportos módon történik, ott is a vizsgafeladatokat fogják oldani, ugyanígy egyéni módszerrel, és a kérdéseket a tanárnak ugyanúgy feltehetik, vagy esetleg tehát, hogy közösen témákat is ajánlhatnak fel, amit megbeszélnek, hogy milyen típus feladatot hogyan kell megoldani, milyen módszerekkel. A teljes program 450 lejbe kerül személyenként, amire még akadnak helyek. Jelentkezni a képernyőn látható telefonszámon lehet április 7-ig. A foglalkozások a Zizi stúdióban lesznek megtartva, ami Gyergyószent Miklóson a Volán Trans sofőriskola szomszédságában található. Az iskolákban adta át a Gyergyószentmiklósi Hő, Víz és Csatorna Szolgáltató Közmű a Vízvilágnapjára hirdetett rajzpályázat nyereményeit. A vártnál többen küldtek be rajzokat a felhívásra, legtöbben az elemi osztályokból. 3 könyvből és oklevélből álló díjat vittek a legszebb rajzok alkotóinak, és 2 külön díjat is kiosztottak. Ajándékot kaptak azok az osztályok is, ahonnan sok rajzot küldtek be. Nyomtatópapírral kedveskedett nekik a közmű, hogy legyen még, amire rajzoljanak. Jóvá hagyta a kormány azt a 46 millió eurós beruházást, amelyből a Sumá 2 faanyag nyomkövető rendszert fejlesztik és egészítik ki a legkorszerűbb technológiákkal. A fejlesztés során videókamera hálózattal látják el az ország egész területét. Ezáltal valós időben beazonosítható lesz a faanyag szállítmányok útja. 46 millió eurós beruházással fejlesztik és egészítik ki a Sumá 2 rendszert. Teljes körű megfigyelő és ellenőrzési rendszert építenek ki az erdészeti tevékenység nyomon követésére. Az ország egész területén videokamerákat helyeznek el, így valós időben beazonosítható lesz a faanyag szállítmányok útja, illetve egy műhold felvételek elemzésére alkalmas informatikai rendszert is beüzemelnek. A videokamerás rendszert összekapcsolják a Sumá 2 faanyag nyomkövető rendszerrel, amely az útadó ellenőrző kamerákhoz hasonló
hasonlóan riasztást generál majd az illegális faanyag szállítmány esetén, ezzel hatékonyabb lesz az ellenőrző szervek munkája. Az a költségvetés, amit most jóvá hagytunk, az lehetővé teszi a továbbfejlesztését a Szumálnak. Ad hozzá egy olyan szatellitképes elemző rendszert, amelyel nem feltétlenül az azonnali tettenérést tudjuk támogatni, nem a druzsbást kapjuk el az erdőben, amikor épp vágja a fát, hanem követni tudjuk időben az alakulását ezeknek az erdős területeknek, és ott, ahol baj van, ott időbe fel lehet még lépni. Hozzátette, a rendszer abban is segít, hogy időszakosan azonosítani tudják az erdei növényzetben a hiányos területeket, és ezeket elemezve és összevetve a jogszerű fakitermelésre vonatkozó adatokkal, valamint a természeti katasztrófák által érintett területekkel lehetőség lesz az illegális fakitermelés vagy éghajlatváltozás által veszélyeztetett területek beazonosítására. Az informatikai rendszer kiépítése 2024 végéig valósul meg az országos helyreállítási terv részeként. Tavaly 23 ezer személy kapott magánnyugdíjat, írja az economedia.ro. A pénzügyi felügyeleti hatóság jelentése szerint a kifizetések összértéke 407 millió lej volt. Az esetek 88%-ában a kedvezményezett nyugdíjba ment, 1% munkaképtelenné vált, 11% pedig elhunyt. Így a nekik járó pénzt az örökösöknek folyósították. A kedvezményezettek kétharmada egy összegben vette fel a neki járó pénzt. Romániában 17 magánnyugdíjpénztár működik. 2022. decemberében ezek aktívumai 100,8 milliárd lejt tettek ki. 2018 óta szervezi meg a Hargita Business Center vállalkozói inkubátorháza a 11. osztályosok számára tervezett önismeret alapú vállalkozói kompetenciafejlesztő képzését, a Future Makers-t. Az idei kiadás a hétvégén zárult ötletversennyel. A Future Makers képzés 2018 óta több formában valósult meg, de a lényeg mindig ugyanaz volt. 11. osztályos diákokkal dolgoznak több hétvégén keresztül, hogy önismeret által fejlődjenek és betekintést nyerjenek a vállalkozások világába is. Az idei képzés 3 hétvégét ölelt fel, Udvarhelyről és Csíkszeredából vettek részt a diákok, akiket a képzők választottak ki kérdőíves jelentkezés alapján. Azért szervezzük meg igazából ezt évről évre, mert úgy gondoltuk, hogy kell az utánpótláson gondolkodni, dolgozni, és úgy látjuk, hogy a 11-es korosztály az, amelyik fogékony, érzékeny erre a témára, lehet velük hatékonyan dolgozni. A 3 hétvégés képzést azt 56 órában kell összesen elképzelni, azt jelenti, hogy péntek délutántól vasárnap délig tart egy modul, 3 modulból áll össze a képzésünk. 2 szatmárnémeti tréner tartja ezt, egy pszichológus és egy gazdasági szakember, ők szatmárnémetiből érkeznek, tulajdonképpen velük dolgoztuk ki a képzést 2018-ban, és azóta is együtt dolgozunk. 3 modulból áll. Az első része az többnyire az önismeretről szól, amikor egyénileg dolgoznak, egyénileg fejlődnek a diákok. A második hétvége az már a csapatokról, a csapatok formálódásáról, vállalkozási ötletek kitalálásáról, kiválasztásáról, fejlesztéséről szól. A harmadik hétvége az tulajdonképpen már többnyire a vállalkozási ötlet életszerűségén, életképességének a vizsgálatán múlik, és ez tulajdonképpen csúcsosodik abban az ötletversenyben, amit ma a vasárnap tartottunk a Vállalkozói Inkubátorházban. Azért jelentkeztem erre a képzésre, mert fontos számomra az önfejlesztés, szerettek új dolgokat kipróbálni, és érdekel a vállalkozás is. Az első meghatározó élményem az első napon volt, amikor ki kellett álljak egy idegen közösség elé, és be kellett mutatkozzak, hogy ki vagyok igazából, és a legfontosabb információkat kellett megosszam magamról egy úgymond idegen társaságnak. Ez a 3 hétvége alatt úgy gondolom, hogy gyarapodtam tudásban, és a szociális hálom is gazdagodott. Megtanultam néhány olyan dolgot, amire nem is gondolna az ember, például, hogy a pszichológia és a vállalkozás hogyan függ össze akár adott esetben, és hogy mennyire fontos, hogy versenyben maradjunk, akár az életben is. Abban más képzésekhez képest, hogy itt úgymondva egy nagy család vagyunk, akik hasonló értékrenddel rendelkeznek,
és közös a célunk, a fejlődés. Az ötletversenyen pár perces bemutatón mutatták be vállalkozás ötleteiket a zsűri és saját meghívottjaik előtt. Idén a Monosec csapat nyert egy olyan vállalkozási ötlettel, amely olyan körömlakkot gyártana, amit ha ujjunkon italunkba mártjuk, színelváltozással jelzi az egyik leggyakoribb parti drog jelenlétét, így segítve a fiatalok biztonságos szórakozását. Dobozonként 50 banival drágult több cigaretta márka, miután két gyártó, a BAT és a Philip Morris áremelést hajtott végre, mivel április 1-től emelkedett a cigaretta jövedéki adója. Ennek következtében a legnépszerűbb márkák, mint a Kent, a Pall Mall vagy a Winston 50 banival lettek drágábbak. Most már 23 lej 50 baniba, illetve 24 lej 50 baniba kerülnek. A BAT legutóbb tavaly december végén drágított, már akkor az idén április 1-től esedékes adóemelésre hivatkozva. A piacon az a gyakorlat, hogy az új jövedéki adórendszer hatályba lépése előtt fokozatosan drágítanak, hogy az emelés ne legyen drasztikus. A húsvétot megelőző nagy héten Jézus kínhalálára és feltámadására készülnek a hívek. Gyergyószent Miklóson ezt évtizedek óta egyedi formában teszik, hiszen felekezettől függetlenül gyergyóiak százai indulnak meggyújtott fáklyákkal a csobothegyi kápolnákhoz, a hagyományos nagyszerdai keresztúti ájtatosság elvégzésére. Több mint 20 évvel ezelőtt az akkori örmény katolikus plébános dr. Puskás Attila vikárius kezdeményezésére indult először útnak egy kisebb közösség a csobothegyi Szent Anna kápolnákhoz Nagyszerdán, hogy Jézus nagypénteki kínszenvedéséről megemlékezzenek. Akkor még a keresztek sem álltak a hegy felé vezető úton. Az évek során egyre többen csatlakoztak a fáklyás zarándoklathoz, ma már felekezettől függetlenül több százan állnak be a sorba és járják végig a keresztút állomásait, imádkozva, elcsendesedve készülve a nagypéntek drámájának megélésére. A keresztúti ájtatosság belekapcsol bennünket az egyház nagyheti liturgiájába. Arra hívunk meg mindenkit, hogy olyan lélekkel és olyan szívvel járjuk ezt közösen végig az idei szándékunk szerint a békéért, amely úgy hiszem, hogy igenis aktuális lett mindannyiunk életében, családjában, közösségében. Az idei nagyszerdai fáklyás keresztút április 5-én 19 órától a papi áldást követően indul az örmény katolikus templomtól. Akár csak a korábbi években ez alkalommal is imádságos füzeteket osztanak ki a zarándokolni induló híveknek. Ebből az alkalomból igyekezünk és igyekeztünk, hogy minél több zarándok testvérhez eljuthassuk az idei témánkat, az elmélkedéseket, az imádságokat. 100 darab áll rendelkezésre mindazoknak, akik a templomi áldásban részt vesznek, hogy azt követően ők is bele tudjanak kapcsolódni ebbe az ajtatosságba. A Szent Anna kápolnákhoz vezető gyaloglás, amely bár megpróbáltatásaiban csak jelképesen illusztrálja a Jézusi keresztutat, segít, hogy az ott jelenlévők mélyebben átélhessék húsvét lényegét. Énekelve, imádkozva, a 14 stáció keresztjénél megállva és megpihenve hallhatják a résztvevők az ünnepi üzenetet. A tavaly ledöntött, majd helyreállított 6. állomást Nagyszerdán újra megáldják. A fáklyás menet sötétedésre ír ki a kápolnákhoz, ezért kérik a résztvevőket, hogy ennek és az időjárásnak megfelelően öltözködjenek. A hívek biztonságára a helyi hegyi mentő alakulat tagjai figyelnek. 2 évtizednyi szünet után újra van lehetőség gyógykezelésre Borszéken. A Fontana gyógyfürdőben a szükséges engedélyek beszerzése és a szerződések megkötése után hétfőtől már fogadják az első pacienseket. A Fontana tavalyi megnyitása óta folyamatosan zajlottak az előkészületek ez irányban. Az engedélyeztetési folyamat utolsó lépéseként az Egészségügyi Minisztérium állította ki a balneofizioterápiás kezelésekre vonatkozó jóváhagyást,
illetve a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztárral is sikerült megkötniük a szerződést a járóbeteg szakrendelés biztosítására. A gyógykezeléseket balneofizió és kinetoterápiás felkészültséggel rendelkező terapeuták modern és hatékony berendezések biztosítják. A paciensek a képernyőn látható telefonszámon vagy e-mail címen foglalhatnak időpontot a járóbeteg szakrendelés keretében. A szakorvos által felírható kezelések között található a hidroterápia, hidrokinetoterápia, kinetoterápia, termoterápia, különböző fizioterápiás kezelések és gyógymasszázsok. Ragyog kéken, ezzel a jelszóval tartottak villámcsődületet az Autizmus Világnapja alkalmából Csíkszeredában a Szent Ágoston nappali foglalkoztató szervezésében. A rendezvény célja felhívni a figyelmet az autizmusra, ezáltal segíteni a betegség elfogadását, megértését. Magasba szálló kéklufikkal próbálták felhívni a figyelmet az autizmusra április 3-án Csíkszeredában. A figyelemfelkeltés célja, hogy nagyobb megértés alakuljon ki az autizmusban szenvedők irányába, hiszen évről évre nő az ezzel a betegséggel diagnosztizáltak száma. Csíkszeredában ők a gyulafehérvári Caritas által működtetett Szent Ágoston nappali foglalkoztatóban igényelhetnek segítséget. A felnőtt programban még van hely új fiatalok számára, tehát hogyha a családi körben van olyan gyerek, aki szeretne egy jó csapathoz tartozni, akkor azt szívesen várjuk. A gyerekprogramban is, a korai fejlesztésnél is még van egy pár helyünk, úgyhogy várjuk szeretettel. A közösség és a szakemberek által végzett foglalkozások sokat jelentenek az autizmussal élők számára, árulták el a rendezvényen jelenlevő szülők. Az én lányom már 36 éves, és abban az időben, mikor kicsi volt, nem volt lehetőség ilyen itt Szeredába, ilyen foglalkoztatóba vinni. Hát mindenképpen jó, mert a társadalomban nehezen illeszkednek be, és olyan fekete bárányok, hogy mindenki rácsodálkozik, nem lehet őket vinni a többi ember közé, úgy mondjam, mert hogy a viselkedési problémájuk van. A Majláth téren tartott villámcsődület keretében kis játékokkal, dalokkal próbálták a járókelőket is bevonni közösségükbe, a nappali foglalkoztató pedagógusai és fiataljai, ezzel is próbálva érzékenyíteni a városlakókat az egyre gyakoribb betegség iránt. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Több helyszínen is dolgoznak a munkagépek Gyergyószentmiklóson. Az érintett lakók közreműködésére is szükség van. Matematika érettségi és képességvizsga felkészítők indulnak az Easy Stúdióban. Péntekig lehet jelentkezni. A nagyszerdai Fáklyás keresztútra várják idén is a híveket felekezettől függetlenül. A napszemle végén köszönöm figyelmüket, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, szép estét kívánok, a viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.